becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Filóné Ferenci Bolya Bolgyát polgármestere tette le hivatali esküjét. Az ünnepi testületi ülésen fogalmat tettek a képviselők és a két társadalmi alpolgármester, Őri Csaba és Szabó Tibor is. A választást értékelve Filóné Ferenci Bolya azt mondta, az elmúlt 5 év eredményes munkájának tudható be, hogy a város lakossága ismét a Fidesz-KDNP-nek szavazott bizalmat. Azért volt számomra teljesen más, mint az előző. Nem csak maga az eskütétel, hanem már maga az egész megméretetés és az egész kampány, mert itt már arról a munkáról adtak véleményt a bonyárdiak, a választópolgárok, amit az elmúlt 5 évben végeztünk. Az ünnepségen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki maga is volt városvezető. Kiemelte, az elmúlt 29 évben mindig a Fidesz jelöltjei vezették a várost. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási felhatalmazás, egy óriási bizalom, amit újra és újra a képviselőtestületeknek, illetve a polgármestereknek meg kell mutatni, vagy bizonyítaniuk kell, hogy megszolgálnak ezért. Én remélem, hogy sikerül a következő 5 évben is közösen úgy dolgozni a városért, a város környékért, az itt élő emberekért, hogy 5 év múlva, 3 év múlva, illetve 5 év múlva is hasonló sikerekről tudjunk beszámolni. Filóné Ferenci Bolya azt mondta, reményei szerint a hiteles munka elég ahhoz, hogy az emberek számára is meggyőző legyen az elkövetkezendő időben. Reményei szerint hasonló fejlődés előtt áll Bonyhád, mint amelyet az elmúlt ciklusban sikerült véghez vinni.